társunk. Itt a tavasz, és te erre mentél. Tulajdonképpen most abban a körbe állunk, ahol te felemelkedtél, és nagyon bonyolultá válik ilyen pillanatban, bonyolultá és egyszerűvé. Mégis itt vagy, és mégse vagy. Korán történt mindez. Megrendüléssel és fájdalommal állunk itt. Búcsúzunk tőled. Így is találkozunk. Így vagy úgy. Ember és barát maradtál. Tehetséget, karaktered, vonzó, sármod, mindenkinek szólt, mindenkit megfogott. Jó lett volna téged látni még itt sok más szerepben. Lett volna borozni, filmezni, beszélgetni, egyszerűen csak együtt lenni. Bicskei Lukács, varkocsos, tarsólylemezes magyar volt. Nem csak lelkületében viselte és tisztelte az ősöket, az ősiséget, hanem ami sokkal nehezebb, külsőségeiben is. Isten, köszönjük, hogy őt nekünk adtad. Köszönjük, hogy oly sok örömet adtál a vele való találkozás perceiben, óráiban. Kérjük, fogadd be égi seregedbe, s tedd őt büszke helyre, kivételezett helyre, mert megérdemli. Kössünk szalagokat erre a fára, legyen a lelkünkben az ima, a szél, a nap, az eső, játéka, minden lengése szalagoknak emlékeztessen arra minket, hogy milyen fontos volt nekünk.